A megyei és a városi teniszcsapatbajnokságok résztvevőit köszöntötték november 19-én a Monostori erődben megtartott évzáró ünnepségen. A rendezvényen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Horváth Gyula a Humánügyek Bizottságának tagja, Stubendek László Észak-Komárom leköszönő, valamint leendő polgármestere Keszeg Béla. Elégedett vagyok, szép eredményeket értünk el, kezdte szezonértékelő beszédét Becker Balázs, a KVSE tenisz szakosztályának vezetője, a Magyar Tenisz Szövetség Komárom-Esztergom megyei elnöke. Megyei csapatbajnokságokban két csapatot indítottunk, a megyei felnőtt férfi csapatunkkal. Negyedik helyezést értünk el, nagyon szoros csatában csúsztunk le a dobogóról. A megyei öregfiúk csapatbajnokságban viszont az elmúlt évek kisiklása óta, de onnantól kezdve viszont az aranyérem, mert megint sikerült elhozni az öregfiúknak, és úgy gondolom, hogy van hova fejlődnünk, de mindig a dobogóért küzdünk, és úgy gondolom, hogy főleg az öregfiúk, akik azért már ugye 45 fölött vannak, úgy gondolom, hogy megmutatták most is a küzdeni tudásukat, hogy igenis el tudták hódítani a tavalyi ezüstérem után most ismét az aranyat. Az Észak- és Dél-Komáromi Városi Bajnokságban 8 csapat mérkőzött meg egymással, mely végül a Géringer csapat győzelmével zárult. Észak-Komáromban mondhatjuk azt, hogy nagyobb a tenisz élet, mivel dupla akkor a város is, és talán a hagyománya is azért jóval nagyobbak, mint Dél-Komáromban, de szeretnénk új arcokat látni természetesen a régiekkel kibővülve, ugyanúgy, hogy minél többen legyünk és jól érezzük magunkat. És ugye mindig elmondjuk minden évben, hogy tényleg nem csak itt a Magyarországon, hát szerintem a világon is egyedülálló ez a bajnokság, ahogy két ország, egy város, és 100 fő méretteti meg magát májustól szeptemberig, a 17 évestől a 74 évesig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez irigylésem érte is, és mondhatom azt, hogy irigylik is tőlünk ezt. A sport fellegvárának tarthatjuk Komáromot, mondta dr. Molnár Attila polgármester, aki a győztes Géringer csapatot erősítette a városi bajnokságban. A városvezető hozzátette, a beruházásaink jelentős része a sporthoz kötődik. Ebbe a sorba illeszkedik az óvodai játszóterek felújítása, a rekordtámpályák, a szabadtéri kondipark, a műfüves grundfocipálya kialakítása. A városi sportcsarnok kiszolgáló eszközeinek felújítása is megtörtént idén. Most, hogy itt vagyunk a tenisz évzárón, itt pedig maga a tenisz sportág is a városban, én azt gondolom, hogy kezd egyre népszerűbb lenni, hiszen közel 30 most már mondhatni azon gyerekek száma, akik rendszeresen járnak és teniszeznek, sőt nagyon sok igazolt versenyző van köztük. A felnőttek közül meg láthatjuk, több mint 100-an ücsörgünk itt most az asztalok mellett, és talán abban is unikális ez a bajnokság, hogy Észak és Dél-Komárom egy városban zajlik, de mégis két országban hatalmas versengés van, ezt azért hozzá kell tennem, mert mindenki várja a szerdai forduló napot, hogy most akkor kivel fog játszani, ki lesz az ellenfél. Én is várom mindig a szerdai napot, de hát a teniszpályán nekem is van egy főnököm, Becker Balázs barátom, aki a mi csapatunknak a csapatkapitánya, úgyhogy nem sokszor engedett az idén játszani, de azért két mérkőzésen pályára tudtam lépni, amikor olyan ellenfelünk volt, hogy volt esélyünk a győzelemre, ott nyertünk is, mert bízom benne, hogy egy picit följebb tudok jönni a tenisz tudásba, és akkor több mérkőzésen fogok tudni helytállni, és most abból is nagyobb lesz a kihívás, hogy Észak-Komárom megválasztott polgármestere szintén teniszes, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy Keszeg Béla barátom melyik csapatban fog játszani, úgyhogy előfordulhat az is, hogy akár nálunk, vagy akár egy másik klub, másik csapatnak a berkein belül majd áldás csatát fogunk vívni egymással, hogy komáromi belső rangadó Észak- és Dél-Komárom csata lesz. A Bot András szervezte vasárnapi páros teniszversenyt, Deák Ferenc és Mózes Pál nyerte. A teniszben is nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra. A gyerekek szép eredményeket értek el a saját korosztályukban, Koncsol Ferenc vezetésével. Minden hónapra jutott egy-egy a Tenisz Szövetség által szervezett megyei torna. A KVSE tenisz szakosztálya a jövőben szeretne több fiatalt bevonni a sportba, és minél szélesebb körben népszerűsíteni a teniszt.